Tizedik fejezet Sir, James, Peel, Edgerton, megjelenik. Új kötelességeinek teljesítésében Tuppence nem volt ügyetlen. A tiszteletes úr leányai nagyon jól értettek a háztartáshoz. Szakértők voltak abban is, hogyan kell betanítani egy új lányi, aminek aztán persze az volt az eredménye, hogy az új lány, mihelyt betanult, elment, hogy több fizetésért másút kamatoztassa újonnan szerzett tudományát, mert a tiszteletes úr bugyellárisa nem tudta teljesíteni megnőtt igényeit. Ezért nem is félt Tuppence attól, hogy nem válik be, bár emeres vendémájőr, szakácsnéjából nem tudott kiokosodni. A szakácsné nyilván rettenetesen félt az úrnőjétől. Tuppence azt gondolta, hogy emeres vendémájőr, valami módon alig ha nem kezében tartja a szakácsnéját, aki különben elsőrangúan főzött, amit Tuppence már első este megállapíthatott. Emeres vendémájőr, vendéget várt vacsorára és így Tuppence két személyre terítette meg a gyönyörűen politírozott asztalt. Kicsit aggódott, amikor a vendégre gondolt. Bár meglehetősen bízott abban, hogy Whittington nem ismer rá, mégis jobban örült volna, ha a vendég valami teljesen idegen személy lenne. De hát ez nem tőle függött, itt csak reménykedni lehetett. Pár perccel nyolc után megszólalt az előszoba csengője és Tuppence aggódva ment ajtót nyitni. Rögtön megnyugodott, amikor látta, hogy a vendég az a férfi, aki Whittingtonnal ment, amikor Tommy a nyomukba szegődött. Kit jelenthetek? Kérdezte Tuppence. Stepanov gróf. Tuppence bejelentette és emeres vendémájőr, felállott az alacsony pamlagról, hogy barátságosan üdvözölje látogatóját. Nagyon örülök, hogy látom, Boris Ivanovichöz. Mondta. Én is nagyon örülök, madame. Felelt a férfi, és mélyen meghajolva kezet csókolt. Tuppence kiment a konyhába. Valami Stepanov gróf, vagy ki van itt, mondta, és őszinte, gyerekes kíváncsiságot színlelve, hozzátette, ki az? Azt hiszem, valami orosz úr. Sokat jár ide. Néha-néha. Miért kérdi? Hát csak gondoltam, hogy talán teszi a szépet a nagyságának, ennyi az egész, magyarázta a lány, és aztán, mintha rossz néven venné a szakácsné kérdését, hogy letorkolja az ember, tette hozzá szemrehányóan. Aggódom ezért az ételért, magyarázta a másik. Ez tud valamiről, gondolta Tuppence. Hangosan. Azonban csak annyit mondott, tálaljak már. Amíg felszolgált az asztalnál, Tuppence minden szóra figyelt. Az járt az eszében, hogy ez volt Whittington társa, amikor Tommy a nyomukba szegődött, azóta se látta Tommyt, és most, bár önmagának se akarta bevallani, már aggódni kezdett a pajtásáért. Hol lehet most? Miért nem küld semmiféle üzenetet? Mielőtt a ricből elment, intézkedett, hogy minden levelet vagy üzenetei küldjenek külön küldönccel a közeli papírkercskedésbe, Albertnek meghagyta, hogy napjában többször is nézzen be oda, igaz, hogy csak tegnap reggel vált el Tomitól, és egyre bíztatta önmagát, hogy nincs semmi értelme az aggodalmának, de azért mégis különös, hogy semmiféle üzenetet nem kap tőle. Akármilyen jól figyelt Tuppence, a beszélgetésből semmire se tudott rájönni. Boris és emeres vendémájőr teljesen semmit mondó dolgokról beszéltek, új táncokról, a színházakról és a társaság legfrissebb pletykáiról. Ebéd után átmentek a kis nappaliba, ahol emeres vendémájőr rátelepedett a pamlagra és gonoszabban gyönyörű volt, mint valaha. Tuppence behozta a kávét és a likőröket, aztán, bár nem szívesen, kiment, ahogy kiment, hallotta Boris hangját. Új szerzemény, ugye? Ma jött a másik valóságos sárkány volt. Ez jó lánynak látszik. Jól tud felszolgálni. Tuppence gondosan nyitva hagyta az ajtót és egy pillanatig még ott maradt. Még hallotta Boris kérdését. Teljesen megbízható, remélem. Igazán, Boris, már túlzásba viszi a gyanakvást. A lány, azt hiszem, a portás unokanővére, vagy ilyen valami.
És soha senki se sejti, hogy összeköttetésben állok a közös barátunkkal, Emmer Bronnal. Rita, az Istenért, legyen óvatos, kérem. Az az ajtó nincs becsukva. Hát akkor csukja be, nevetett Emmeres vendémájőr. Tulpens gyorsan ellépett. Sietett vissza a konyhába, hogy távolléte szemet ne szúrjon a szakácsnénak, aztán szédítő gyorsasággal csinált rendet és elmosogatott, most jól esett neki, hogy a kórházban megtanult gyorsan dolgozni. Mikor elkészült, visszament a nappali ajtajához. A szakácsné lassabban dolgozott és még a konyhában volt elfoglalva, de ha észre is veszi, hogy Tuppence elment, legfeljebb azt hiszi, hogy az ágyakat veti. Sajnos, odabent oly halkan beszélgettek, hogy Tuppence semmit se hallott. Nem merte még egyszer kinyitni az ajtót, mert bármennyire ügyelne is, Emmeres vendémájőr éppen szemben ült a ajtóval és a lány igen nagyra tartotta úrnője árgus szemeit. Mégis, nem adta volna sokért, ha hallhatná, hogy miről beszélnek odabent, ha előfordult valami nem várt esemény, talán Tomiról is hall valamit. Pár pillanatig elkeseredetten gondolkozott, aztán földerült az arca. Gyorsan végigment a folyosón és benyitott Emmeres vendémájőr hálószobájába. A hálószoba magas üvegajtaja arra az erkélyre nyílt, amely végigment az egész lakás előtt. Tuppence gyorsan kisurrant az üvegajtón és nesztelenül osont a kis nappali ablakáig. Ahogy remélte, az ablak félig nyitva volt és tisztán lehetett hallani a beszélgetést. Tuppence feszült figyelemmel hallgatózott, de semmi olyat nem mondtak, amit Tomira lehetett volna vonatkoztatni. Úgy látszik, Emmeres vendémájőr és Boris nem voltak egy véleményen valamilyen kérdésben, és az orosz végül elkeseredetten fakadt ki. Az lesz a vége állandó meggondolatlanságának, hogy mindnyájunkat tönkretesz. Ugyan. Nevetett Emmeres vendémájőr, éppen a jó értelemben vett közismertség az, ami leginkább leszereli a gyanút, majd igazat ad nekem maga is idővel, talán még hamarabb is. Mint gondolja. Közben pedig állandóan Peel Edgertonnal megy mindenfelé. Nem elég, hogy ő a legismertebb koronaügyész Angliában, de ráadásul még szaktekintély is a kriminológiában és legszívesebben a nagy bűnözők kérdésével foglalkozik. Tiszta őrület. Tudom, hogy ékes szólása számtalan embert mentett meg az akasztófától, mondta Emmeres vendémájőr, nyugodtan. Na és mi van ebben? Esetleg még nekem is szükségem lehet ilyen irányú segítségére. És milyen jó lesz akkor, hogy van igazi jó barátom illetékes helyen. Boris felállt és nagy léptekkel járkált fel és alá a szobában. Nagyon izgatott volt. Okos asszony maga, Rita, de ugyanakkor bolond is. Higgyen nekem, és hagyja abba a barátkozást Peel Edgertonnel. Emmeres vendémájőr szelíden rázta a fejét. Azt hiszem, nem teljesíthetem ezt a kívánságát. Megtagadja. Valami lappangó csúnya fenyegetés csengett ki Boris hangjából. Ahogy már mondtam. Akkor, Istenemre mondom, mordult fel Boris, meglátjuk. De villogó szemekkel felállott Emmeres vendémájőr is. Boris, maga elfelejti, mondta, hogy én senkinek sem tartozom felelősséggel. Velem nem rendelkezhetik senki, csak egyedül. Emmer Brown-ő. A másik elkeseredetten tárta szét a karját. Magával nem lehet beszélni, motyogta lehetetlen. Lehet, hogy már most is késő. Azt mondják, hogy Peel, Edgerton megérzi a bűnösöket. Mit tudhatjuk, hogy mit rejteget ez a nagy érdeklődés, amit mutat maga iránt. Lehet, hogy már is gyanakszik valamire. Sejti. Emmeres vendémájőr megvetőleg végignézett az oroszon. Nyugodjék meg, kedves Boris. Ő nem sejt semmit. Szokott lovagiassága mellett, úgy látszik, maga elfelejti, hogy általában azt beszélik rólam, hogy nagyon szép vagyok. Higgye el nekem, hogy ez, és csak is ez érdekli Peel, Edgerton, T. Boris kételkedve rázta a fejét.
Nincs még egy ember ebben az országban, aki úgy foglalkozott volna a nagy bűnöző kérdésével, mint éppen ő azt képzeli, hogy maga rászedheti. Emeres vendémájőr, szemei összehúzódtak. Ha valóban minden úgy van, ahogy maga mondja, engem mulattatna, hogy próbát teszek vele. Szent Isten, Rita! Különben is folytatta Emeres vendémájőr, Peel, Edgerton, roppant gazdag. Én pedig, ezt maga is nagyon jól tudja, Boris, nem vetem meg a pénzt. Pénz, pénz. Mindig ez a baj magával, Rita. Azt hiszem, a lelkét is eladná pénzért. Azt hiszem elhallgatott és aztán halk, rémes hangon tette hozzá. Néha azt hiszem, hogy eladna minket is. Emeres vendémájőr, mosolygott és a vállát vonogatta. Minden esetre óriási árat kellene fizetni ezért, mondta könnyedén. Azt az árat csak is valami millió most tudná megfizetni. Aj! Az orosz felhördült. Látja, igazam volt. Ugyan, kedves Boris, hát ennyire nem érti a tréfát. Tréfa volt. Természetesen. Hát akkor csak azt mondhatom, hogy különös fogalmai vannak a tréfáról, kedves Rita. Emeres vendémájőr, mosolygott. Ne vesszünk össze, Boris nyomja meg a csengőt. Ígyunk valamit. Tulpene gyorsan visszavonult, egy pillanatra megállott és megnéztem magát Emeres vendémájőr, nagy álló tükrében, hogy nincs-e valami rajta, ami elárulná, hogy hol volt. Aztán nyugodtan bement a csengetésre. Bár a kihallgatott beszélgetés érdekes volt, mert kétségtelenül elárulta, hogy mind Rita, mind Boris tagjai a bűnszövetkezetnek, mégse adott semmiféle felvilágosítást azokról a kérdésekről, amelyek Tuppencet jelenleg érdekelték. Meg sem említették Jane Finn nevét. Másnap reggel pár szót váltott Albertel és megtudta, hogy a papírkereskedésbe nem jött semmilyen levél. Egészen hihetetlen, hogy Tommy, ha jól megy a dolga, ne üzenjen neki egy árva szót se. Mintha valami jéghideg kéz szorítaná össze a szívét. Hát ha talán. Bátran elfojtotta aggodalmait. Hiába, nem használ semmit, akárhogy izgul biztatta magát, de aztán gyorsan megragadta az alkalmat, amit Emeres van Demever kínált föl neki. Melyik a szokásos kimenő napja, Prudence? Kérdezte az űrnője. Rendesen pénteken szoktam kimenőt kapni, nagyságos asszony. Emeres vendémájőr, felhúzta a szemöldökeit. És ma éppen péntek van. De azt hiszem, nem akar kimenni ma, mivel csak tegnap jött. Éppen kérni akartam, hogy elengedjen, nagyságos asszony. Emeres van Demever még egy percig nézett a lányra, aztán mosolygott. Szeretném, ha Stepanov gróf hallhatná magát, tegnap mondott magáról valamit. Macska módra, szélesebbre derült a mosolygása. A kérése nagyon jellemző. Meg vagyok elégedve. Maga mindezt nem érti, de azért elengedem ma délutánra. Nekem mindegy, mert nem ebédelek itthon. Köszönöm, nagyságos asszony. Tuppence föllélegzett, amikor ismét egyedül maradt. Megint félt, rettenetesen félt attól a kegyetlen szemű, gyönyörű asszonytól. Mielőtt kiment, még egyszer felületesen átfényesítette az ezüstöt, de megzavart a munkájában az előszoba csengője. Tuppence kiment ajtót nyitni. A látogató ezúttal nem volt se Whittington, se Boris, hanem egy nagyon érdekes megjelenésű úr. Magas férfinek látszott, bár alig volt valamivel nagyobb az átlagnál. Borotvált arcán és nagyon kifejező vonásain meg látszott, hogy szokatlan erő és hatalom lekőzik benne. Mintha mágneses erő sugároznék ki belőle. Tuppence az első percben nem tudta, hogy színész vagy jogász. De a látogató hamar megoldotta a kérdést, amint megnevezte magát, Sir James Peel, Edgerton. Most újult érdeklődéssel nézett rá a leány. Szóval ez az a híres királyi tanácsos, akinek a nevét egész Anglia ismeri. Tuppence tudta, hogy úgy beszélnek róla, mint a jövő miniszterelnökről.
Mindenki tudta, hogy hivatása kedvéért nem fogadott el magas állásokat, hanem inkább megmaradt képviselőnek. Tuppence elgondolkozva ment vissza a konyhába. A nagy ember egész megjelenése mély hatással volt rá. Most már megértette Boris izgalmát. Peel Edgertont nem könnyű rászedni. Körülbelül negyed óra múlva szólt a csengő és Tuppence az előszobába ment, hogy kieressze a látogatót. Peel, Edgerton, már akkor is szúrós tekintettel nézett a leányra, mikor jött, most pedig, mikor a kalapot és a botot átverte, Tuppence úgy érezte, hogy Peel, Edgerton, szemei keresztül kasul járnak rajta. Amint kinyitotta az ajtót és félreállt, hogy kiengedje, a férfi megállt a küszöbön. Nem régóta csinálja ezt, mi? Tuppence csodálkozva nézett fel. A férfi szeméből jó indulatot olvasott ki és még valamit, amit nehezebb volt megérteni. Sir James Pcel Edgerton bólintott, mintha már felelt volna a leány. Ápolónő volt és nem tudott megélni, ugye? Ezt Emmeres Van Demjertől hallotta. Kérdezte Tuppence gyanakodva. Nem, kislány. Ahogy ránéztem magára, tudtam. Jó hely ez itt. Nagyon jó hely, köszönöm, méltóságos úr. Úgy. De manapság bőven vannak jó helyek másutt is. És néha nem árt a változatosság. Azt akarja ezzel mondani, hogy kezdte Tuppence. De Sir James már a lépcsőn volt. Visszanézett jó indulatú szemeivel. Csak figyelmeztettem, mondta, ennyi az egész. Tuppence elgondolkozva ment vissza a konyhába, most kezdett csak igazán töprengeni.